Tektron X470 oszcilloszkóp, ez egy 200 MHz-es kettős időalapos szkóp, két csatornával, 1,7 nanoszekes felfutási idővel. Mandula, mandula. Valamilyen milyenet adjunk neki. Egyes csatorna. És van egy gyönyörűséges négyszögjel, és ugye a kettős időalap mire jó, most megy ez ilyen időalappal, kihúz, elfordít, így két időalap fog működni, nyomjuk kettős időalapra, és ahova most tekerem, adok neki egy kis fényerőt, ugye ahol a kivilágított pont van, ott az van ide kinagyítva, és amikor itt van, a felfutó élhez érek, akkor itt látom kinagyítva ezt a részt, akár még nagyobb, gyorsabb idővel. Ez akkor jó, amikor 1 kHz-nek a felfutó éle, egy tökéletes 1 kHz-nek a felfutó élét nézzük például egy csöves erősítőn, és nem kell 10 kHz-et nézni, hanem 1 kHz, az ugye el van felejtve, és nagyon elnyújtjuk az elejét, de ahhoz egy nagyon szép 1 kHz-es jel kéne. Itt van most már nagyon szépen megnyújtva az a rész. Egyébként most pont 10 kHz-en vagyunk, ha jól látom. Mert ugye ezt így is meg lehetne nézni, hogy egy idő alappal megyünk. És akkor ennyit látunk belőle, de amikor már annyira szeretnénk tolni az időt, akkor ugye nem fér bele a képbe, mert valahol itt futna föl, vagy akár itt a végtelenbe, és azt nem látjuk, ezért jó a kettős időalap. Rányújtunk, és most a felfutó élig eljövünk, ugye ott látszik a kivilágított rész, ott van, és most már ez a kinagyított rész gyönyörűségesen. Egyébként ha rövidebb az idő, akkor jobban látszik, hogy mit csinálok. Így a frankó. Itt a felfutóél, mert ugye itt fut fel, és itt le, és itt fut fel, ez a felfutóéle, szépen megnagyítva. Mert ugye így most már méter hosszú lenne, és nem tudjuk azt a részt vizsgálni. Ez itt ez a kis ficek lényeges, ugye egy visszacsatolás hangolásnál. Szóval fontos a kettő időalapos szkóp, ezt pedig az igaz, hogy egy kicsit a kondíció lehetne szebb. Ugye sajnos mutatom a kinézete, az nem egy új műszer tükröz. Ez rekkes volt és ki lett furva a reggel, itt vannak a popszegecs helyek. Ez miatt nincsen füle-fül felfogatása. Ez durván ennyi így a műszer, de tökéletesen működik.